A magyar választási rendszer. A magyarországi választásokon a felnőtt polgárok 199 mandátumról döntenek. Ebből 93 az országos pártlistákról szerezhető meg. 106-ra az egyéni választókerületekből lehet bejutni. Hogyan zajlik a választás? A választás egy fordulóban dől el. Érvényességi küszöb nincs. Mi a helyzet az egyéniben? A 106 egyéni választókerületben az lehet jelölt, aki minimum 500 ajánlószelvényt gyűjtött. Az nyer, akire a legtöbben szavaznak. Azon voksokat, amelyek egyéniben nem hoztak győzelmet, vagy amelyekre nem volt szükség a mandátum megszerzéséhez, kompenzációs szavazatoknak nevezik. Miként működik az országos lista? Az indulásra jogosult pártok listákat állíthatnak, ezekre lehet szavazni. Az a párt kap így mandátumot, amelyet a szavazók legalább 5%-a támogatott. Két párt koalíciójánál 10 Három vagy több párténál 15% a bejutási küszöb. Hogyan lesz a szavazatból mandátum? Előbb összesítik a listás és a beszámítható kompenzációs szavazatokat. Majd ennek alapján arányosan elosztják a mandátumokat a jogosult pártok között. Kik választhatnak? Olyan magyar állampolgárok jogosultak választani, akik magyarországi lakhelyjel rendelkeznek ők egyéni jelöltre és pártlistára, akik nem itthon élnek ők csak pártlistára, akik kisebbségként regisztrálták magukat, és itteni lakhelyük van ők egyéni jelöltre és nemzetiségi listára, vagy annak hiányán pártlistára szavazhatnak. Április 8-án voksoljon ön is! Készült a Vokskabin alkotói, az Andrási Egyetem és a Netpol megbízásából.